Azt mondtad itt az imént ezen a rendezvényen, hogy mindig szerettél volna egy nagyon jó villányi bort készíteni. Úgy, hogy te nem villányi borász vagy elsősorban. Hát azt gondolom, hogy Magyarországon vörös szőlőtermesztésre nagyon sok termőhely alkalmas, többek közt Hajósbaja is, de igazából a legnagyobb vörös borokat a villányi borvidéken lehet elkészíteni. Ennek részben talajtani, de inkább hőmérsékleti és éghajlati okai vannak. És úgy, hogy villányba sikerült egy kis birtokhoz juttam, egy pincét kialakítanunk, egy pincészetet, és ott elkezdtem én is borászkodni, gazdálkodni. Természetesen szerettem volna valami nagyon szépet alkotni. És ez a nagyon szép, azt gondolom, mindenféleképp küvében lehet megalkotni, hisz a tiszta fajtákból is nagyon szép borokat lehet készítenünk, de a küvé készítés esetén a borász gyakorlatilag a saját fantáziájának, ízlésének megfelelően szinte bármilyen arányt is bármit ki tud alakítani. Azt mondtad, hogy ilyen bort, mint amit idehoztál erre a versenyre, nem minden évben készít az ember. Mit tud ez a bor? Mit kell tudnunk róla? Ugye ez a három szőlőfajta borából készült küvé, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon és Merlot, és én azt gondolom, hogyha egy csúcsküvét akarunk készíteni, akkor olyan évjátok szőlőit vagy borait kell felhasználnunk, amikor mind a három fajta tudja ezt a kimagasló minőséget, hisz ugye az évjárati hatások az egyes fajtákra különbözőképp hatnak. Tehát nem mondhatjuk azt valamely évjáratra, hogy az minden szőlő fajtának kimagasló volt. Én azt gondolom, és úgy döntöttem, hogy csak akkor készítünk csanádküvét, amikor mind a három fajta kimagasló minőséget tud adni a villányi birtokunkon. Mikori évjárat ez? Ez egy 2012-es. Igazából 11-ben készítettem először csanádküvét, ez a 12, ez a második évjárat, 13-14 nem volt alkalmas, a megítélésem szerint. 15-be készítettem a következőt, ez rövidesen piacra fog kerülni, mert az előző két évet lassan elfogy. Úgy tűnik, hogy a 16 is, a 17 is alkalmas, a 18-ról még nem tudok nyilatkozni, annak ellenére, hogy nagyon szép borokat tudtunk készíteni alapborként, de majd most kerülnek hordóba, és 14 hónap múlva döntjük el, miután a hordóba kikerültek, hogy megütik-e majd azt a minőségi szintet, amit én egy csanádküvétől elvárok. Ez a 2012-es bor most úgy néz ki, hogy a toppon van. Meddig tudja ezt a szintet, ez a bor megtartani? Erre viszonylag nehéz egyértelmű választ adni, de általában jellemző, hogy minél komplexebb, összetettebb és nagyobb egy bor, ugye annál később ér el a csúcsra, viszont általában annál tovább tartja ezt a minőséget. A csanádküvé 2012-es már 3 éves korában is mutogatta az oroszlán körmeit, de azt gondolom, hogy azzal, hogy 17-ben megnyerte Magyarországon a borszakírók körének díját, hogy legjobb magyar vörösbornak ítélték, majd 18-ban Düsseldorfba egy nemzetközi borverseny champion díjat elhozta, utána a világbajnokságon a Cabernet Merlot nagy aranyat, külön díjat kapott, és sorolhatnám a díjait. Én úgy érzem, hogy ez a bor most fenn van a csúcson, és gyakorlatilag komplexitásából, nagyon magas beltartalmából is, egyébként azt gondolom, egy feszes, nagyon korrekt pince és borászati technológiának köszönhetően, én úgy érzem, hogy legalább 5 év van még ebben a borban úgy, hogy nem fog a bor hanyatlani, sőt, ez már ízlés kérdése, ki mennyire szereti az érettséget egy nagy vörös borban. Én úgy gondolom, hogy legalább 5 évig még ezt a szintet tudja tartani.